Tele vannak a polcok a gazdasági ellátószervezet konyháján. Az intézménybe az elmúlt napokban több szállítmány is érkezett annak érdekében, hogy ki tudják elégíteni a felmerülő igényeket. A járványra való tekintettel már nem csak a szociálisan rászorulók jogosultak a segítségre, hanem azok az idős emberek is, akiknek családtagjaik, barátaik nem tudnak segíteni a bevásárlásban. A GESZ konyha vezetője azt mondja, folyamatos az utánpótlás. A jelenlegi helyzetben felkészült a gazdasági ellátószervezet üzemi konyhája az igények kielégítésére. 50, jelen pillanatban 50 adag egységcsomagnyi árut rendeltünk be. Ezeknek a kiszállítása a holnapi nap folyamán, tehát csütörtökön már megkezdődik, de természetesen az igényekhez folyamatosan tudunk alkalmazkodni, és a raktárkészletet ehhez tudjuk igazítani. A szervezet munkatársai porciózzák az ebédet mindazoknak, akik éltek ezzel a szolgáltatással. A háromfogásos meleg étel változatos, és a visszajelzések szerint nagyon finom is. Az intézmény nem csak a főzést, hanem az ételek házhoz szállítását is vállalja. Az idős emberek számára nagy segítség ez. Én nagyon örülök neki, hogy a kormány ezt ennyire komolyan veszi. Szóval én, ha lehet, nem megyek ki, illetve megrendeltem ezt az ennivalót, úgyhogy továbbra is meg fogom rendelni. Az önkormányzat nem csak meleg ebéd kiszállításával segíti az időseket. Egységcsomagokat is összeállítanak alapvető élelmiszerekből, így segítve azt, hogy az időseknek ne kelljen boltba menniük. A járványhelyzetre való tekintettel Keszthely alpolgármestere, aki az ellátásért is felel, Skype-on adott interjút. Van egy alapcsomag, amelyben kenyér, tej és alma van. Aztán van egy olyan csomagunk, ami alapvető heti élelmiszerekről szól, amiben van vagdalt, májkonzerv, száraz tészta, burgonya, tojás, leveskocka, kenyér természetesen, tej és alma. Illetve van egy tartós csomag, hiszen lisztet, rizst, tarhonyát nem kell minden héten venni. Akinek ezek az élelmiszerei elfogynak, ezek a tartós élelmiszerek, az a harmadik csomagból válogathat: tarhonya, rizs, liszt, cukor, filteres teja, étolaj, zsír, vöröshagyma, ecet, száraz tészta. Keszthely alpolgármestere hozzátette, az élelmiszer ellátás mellett higiéniás csomagot is összeállítottak, ezt is lehet igényelni. Az önkormányzat munkatársai a gyógyszerek kiváltásában és a csekkek befizetésében is segítenek. Ehhez polgármesteri meghatalmazással rendelkeznek a házhoz érkező segítők. Számos intézkedést hoztunk. Nagy Bálint Keszthely polgármestere elmondta, a civilek ezúttal is bizonyítják, hogy milyen nagy dolgokra képesek. Az önkormányzat ezért igyekszik támogatni mindazokat, akik önként vállalják a rászorulók segítését. A mai nappal érvénybe lépő döntéseink alapján például olyan új intézkedéseket hoztunk, ami ingyenessé teszi Keszthely teljes területén a parkolást minden olyan magánszemélynek is, aki részt vesz a szociális segítségnyújtásban, vagy akár a nem szociális alapú segítségnyújtásban a civilek részéről. Ezzel kapcsolatos részleteket a városi hivatalos elérhetőségeken a kollégák ezt részletezik. A GESZ szolgáltatására jelenleg mintegy 70-en jelentkeztek, ezeknek egy része azonban nem azonnal kívánja igénybe venni a lehetőséget. Az igényeket továbbra is az ellátás kukackeszthely.hu címen, illetve a 0683 505 518-as telefonszámon lehet jelezni.